A kiskörösi baptista gyülekezet ifjúsági csoportjában már hagyománnyá vált, hogy nyaranta közösségépítő tábort szerveznek az ország valamely területén. Azonban idén úgy döntöttek, hogy Kiskörösön szeretnék megszervezni táborukat. De idén arra gondoltunk, hogy itt Kiskörösön szeretnénk egy tábort szervezni, ahova meghívhatjuk itt a városból a barátainkat, ismerőseinket, és így jött létre ez a tábor. Ez egy napközis tábor, hétfőtől péntekig vagyunk itt, és egy Josiah Venture nevű amerikai szervezetnek a segítségével hoztuk létre, akik hozták a témákat a táborba, hoztak nagyon jó játékokat, sportokat a táborba, vannak amerikai segítőink is, akik sokat adnak hozzá, még az angolt is lehet egy kicsit gyakorolni, úgyhogy így állt össze ez a tábor, már évek óta velük táborozunk együtt, nekünk nagyon sokat segítettek az elmúlt években, és arra gondoltunk, hogy ez egy jó városi program is lehetne, ahova másokat is meg tudunk hívni, úgyhogy így alakult ki ez a tábor az idén. A tábor a The Original nevet kapta, azaz az eredeti, amely során János evangéliumából Jézusnak az én vagyok mondásait tanulmányozták. És igazából az a gondolat mögötte, hogy Jézus az eredeti, hogy ő általa, ő érte, teremtetett minden, ezt olvassuk Pál apostol levelében a rómaiakhoz, és igazából ezt fedezzük fel, hogy honnan tudhatjuk, hogy Jézus az, akire építhetjük az életünket, mert ő benne van Isten, és ő az eredeti. A reggeleket egy közös játékkal indították, majd következett az elcsendesedés, amikor mindenki elolvasta az aznapi részt a Bibliából, amit aztán közösen átbeszéltek. Aztán a délelőtt második részében minden nap volt valamilyen különleges foglalkozás, ezek lehettek sportok, például amerikai sportokat kipróbáltunk, baseball, flag foci, vagy ultimate frisbee, ilyeneket próbálhattak ki a fiatalok, vagy volt itt egy Nine Square in the Air nevezetű sport is, az a röplabdához hasonlít, egy nagy magas állványt fölraktunk, mindenkinek megvolt a maga kis helye, és onnan kellett a labdát így átütögetni másoknak, az is egy nagyon érdekes játék volt, még ilyet nem is láttunk, szóval ezt az amerikaiak hozták nekünk. És akkor emellett pedig különböző nyugodtabb foglalkozásokat, vagy ilyen beltéri foglalkozásokat is lehetett választani. Ma például kézműves foglalkozás volt, ahol karkötőt, nyakláncot készítettek a fiatalok, aztán volt zenei foglalkozás, elektronikus zenével megismerkedhettek, de volt szintetizátor, vagy gitáros foglalkozás is, vagy társasjáték, van egy nagyon nagy társasjáték gyűjteményünk, és akkor játszottunk kicsit ilyen hosszabb játékokat is, amiket így nem egy ilyen 5 perc alatt játszani, de volt olyan foglalkozás is, amiben biciklit szereltek a fiatalok, tehát több mindent ki lehetett próbálni. A táborban körülbelül 30-an gyűltek össze, az alapcsapaton kívül jöttek barátok és ismerősök is, akiket a gyülekezet tagjai hívtak meg.